lezárult, és ilyenkor a következő évi tervezgetések mennek, és ennek a legelső megnyilvánulási formája az, hogy a ezen túl következő információkat milyen köntösben fogjuk a vendégeink, a város és a leendő vendégeink számára tálalni. És arra következtetésre jutottam, hogy ez az embléma, ez mindennek a kiinduló pontja, hiszen hirdetésen, bármilyen identitás hordozón ez szerepel először, nem fejezi ki jól a cégünk tevékenységét, nem utal igazából a cégünkre. Meghirdettem ezt a pályázatot annak reményében, hogy az iskolásokat, a város lakosságát egy picit egy közös gondolkodásra invitáljam, és hát én úgy gondoltam, hogy ha az iskolákba kiplakátoljuk, illetve hát így ilyen egyszerűbb publicitást adunk neki, akkor egy olyan 15-20 pályázat elvárható. Ez magasan felülmúlta, hiszen 50 fölött volt a beérkezett pályázatok száma, mind embléma, mind pedig kabala figurára vonatkozóan. És mindig oda visz, a lelki ismeret, s ha fekszik a napon, és izzad már szegény, kis vödre vízzel megtörtök, és nálok lop minden. Örülök, mert sokan, sokféleképpen, legkisebbektől a nagyobbakig, felnőttekig adtak be pályázatot, és én úgy gondolom, hogy ebből kivilágulott az, hogy kik hogyan gondolkoznak, többségükben valóban próbáltak ahhoz közelíteni, hogy valami olyan egyedi elemet ragadjanak meg, amit a régi emblémában nem véltünk felfedezni. Ezek általában utalnak az építészeti megoldásokra. Kabala figuráknál pedig hát nem csak hazai állatok, hanem más kontinens állatai is felbukkantak. Hogy olyan lassan készül el, hogy annyira estelek, íjjaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Annyi vitteset látok, hallok, és még Bambi is kaphatok. Ezzel a embléma és kabala üggyel tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy sikerült egy picit felrázni a lakosságot, és az ezután következő időszak ennek már a készpénzre váltása lesz, tehát járműveken, rendezvényeken, a kiadványainkon, mindenhoz ezek fognak visszatükröződni, és így az 50 éves évfordulóra teljes színpompában és kicsiknek, nagyoknak kedves arculattal fogunk tudni majd megjelenni. Gratulálok a pályázóknak, hogy mindenki fáradtságot nem kímélve beleadott mindent, és szerintem még egyszer mondom, gyönyörű remek művek születtek. A végeredményről, még mivel mi sem döntöttük el konkrétan, beszélni nem tudok. Remélem lesz olyan, amit tudunk használni, és mindenki, ha ránéz, akkor tudja, hogy a végadói strandfürdő, ami egy Sárospatakon van, azt mutatja, akár a figura, akár az embléma, hogy igen, itt voltam, és ide vissza szeretnék jönni, és visszajövök, vagy ha még nem voltam a barátomnak, csak megmutatom azt a figurát, és már tudja, hogy őnek itt a helye. Abban semmi se szépség.